72 ifjúságiroda és közösségi tér részt vesz a Fradi Suliga programba. Azt gondoltuk, hogy most, hogy így beütött a hideg, nagyon jó lenne egy olyan alkalmat találni, ahol a fiatalok ismét a pályára léphetnek, és most nem a foci pályára gondolok, hanem a csarnokba, a jégre. És ezt szerettük volna egybekötni egy ilyen jótékonysági akcióval. Belépő az nincs, egy csokit, egy könyvet, egy plusz ajándékot lehetett hozni. Belépőgyanánt, amit Mikulás napján a Fehér Holló utcai gyerekek átmeneti otthona lakójainak fogjuk átadni. Szeretném megköszönni a Fradi jégkorong csapatának, a Martonfi Mátéknak, hogy itt vannak, ők fognak egy extra programot az itt megjelenteknek tartani, egy kicsit, hogy hogyan kell jégkorongozni, az alapokat megtanítani, lesz mindenféle bemutató, úgyhogy nagyon várjuk már, hogy elkezdődjön.